Akkor lássunk is neki a mai süteményünknek, ami egy makaron lesz. Kameránk előtt készült el ez a csöppet sem egyszerű édesség. A makaron hozzávalóit ugyanis nagyon precízen kell kimérni. Ez most 56, de az már úgy teljesen jó. A tojás fehérjéből, porcukorból, mandulalisztből és cukorszirupból álló masszát szakszerű és pontos mozdulatokkal kell elkeverni. Szerintem ez jó, szerintem szépen terül, nézd csak, így ha fölveszem mindent olyan, mint egy gumi. Tehát szerintem jó lesz már ennek az állaga. A két Nóra már régóta süt sós és édes süteményeket egyaránt, most azonban együtt fogtak neki a dolognak. Itt Magyarországon, amikor a második hullám beérkezett, akkor jött el a mi életünkbe is, amikor eldöntöttük, hogy de jó lenne akkor most így, ha már egyikünknek sincs igazából munkája, ugye mind a ketten énekesnőként, színésznőként tevékenykedünk, és ugye a kulturális szféra az most munkanélkül maradt már egy jó ideje, és mivel szeretünk sütni, akkor így arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha akkor, ha már külön-külön is szeretünk, akkor gondoltuk, hogy szeretünk együtt is sütni. Azóta már sokféle süteményt készítettek el együtt, például linzerkekszeket, beiglit, makaront, zserbót, kókuszgolyót, de tortákat is szoktak sütni. A sütést pedig igen komolyan gondolják, és nem tervezik abba hagyni akkor sem, ha újra visszatérhetnek eredeti foglalkozásukhoz. Elkezdtük a cukrásztanfolyamot, illetve hát úgy kezdtük el, hogy beiratkoztunk, és pont ma kaptuk meg az e-mailt, hogy jönnek majd a tankönyvek, úgyhogy nyáron végzett cukrászok leszünk, ha minden jól megy. Úgyhogy akkor majd aztán nyilván még nagyobbat tudjuk majd, és most már teljesen szakszerűen gyakorolni ezt a szakmát is. A makaron pedig a szárítás és a rövid ideig tartó sütés után készen is lett. A töltelékkel összeragasztva már fogyasztható is ez az édesség, amely nem csak jól néz ki, de kifejezetten finomra is sikerült.